mindig aktuális, mit posztoljunk és mit ne a digitális felületeken. Ezzel a kérdéskörrel foglalkozunk a következő percekben a Hintalovon Alapítvány gyermekközpontú digitális kisokos sorozatában, melyel az alapítványnak az a célja, hogy jogi, pszichológiai és az online biztonsággal kapcsolatos támpontokat nyújtson a vírushelyzet miatt kialakított digitális oktatás ideje alatt is. Bombera Kriszta vagyok, aki pedig válaszol az alapítványhoz eljuttatott legtöbb, leggyakoribb kérdésekre a témában, dr. Gyurkó Szilvia, az alapítvány vezetője. Szia, Szilvi! Szia, Kriszta! Először is, mi az a digitális lábnyom? Hogyan értessük meg a gyerekeinkkel ennek a jelentőségét? Én ugye közszereplő vagyok, én pontosan tudom, hogy minden hiba és hülyeség, most is, amikor elrontom a mondatot, az ott marad örökre az interneten. De ehhez már nem kell közszereplőnek lenni. Túlzok azzal, Szilvi, hogy mindenki közszereplő, mihelyest magáról posztol valamit, vagy mihelyest róla másokat nyilvánosan kitesznek? Ez egyáltalán nem túlzás, még hogyha jogi szempontból nem is számít közszereplőnek, az nagyon fontos alaptétel, és minden szülőt próbálunk erre emlékeztetni, hogy az internet nem felejt. Nagyon komoly felelősségünk van abban, hogy a gyerekeinkről milyen tartalmak kerülnek fel, mert nem csak 2020-ban fontos ez, hanem a következő 5-10 évben is meg fogja határozni a gyerekünk digitális jólétét, hogy mennyire voltunk felelős szülők, mennyi tartalmat osztottunk meg róla, illetve mennyire figyeltünk oda arra, hogy nekik milyen nyomuk van az interneten, milyen adatok, információk keringenek róluk. Szilvi, azon túl mi a szülő felelőssége, hogy ő mit posztol? Honnan tudja, hogy a gyerek mit posztol? Alapvetően a szülő felelősségét ketté választanám. Az egyik a saját magatartása, ami részben a mintaadás és a példamutatás, tehát hogy én magam mennyire vagyok tudatos, például a közösségi médiában a gyerekről készült felvételeket mindenki számára hozzáférhető módon osztom-e meg, vagy zárt csoportokban, hogy csak azokhoz jusson el, akik tényleg személyesen és közvetlenül érintik a gyereket. Ugye ez azért is fontos, mert a gyerek magánélethez való jogát és személyes adatokhoz való hozzáférését és biztonságát kell szavatolnom nekem szülőként, ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy mit teszek annak érdekében, hogy a gyerekem tudatos internet használó legyen, mennyire beszélek vele arról, hogy milyen veszélyei vannak az interneten való posztolásnak, hogy mennyire tud gondos lenni, hogy mit jelent az online személyiség, hogy hogyan tud vigyázni az adataira, illetve hogy ő maga hogyan tudja elkerülni például a túlposztolásnak a kockázatát. Szilvi, az igaz, hogy már nem is nagyon használják a szakemberek azt a kifejezést, hogy biztonságos internet? Azt mondják, hogy biztonságosabb net? Ez abszolút így van. Az elmúlt 3-4 évben lett ez a trend, hogyha lehet így fogalmazni. El kellett engednünk azt az illúziót, hogy létezik biztonságos internet. Nincs 100%-ban biztonságos internet. Azt tudjuk elérni, hogy biztonságosabb legyen ez az online tér és a digitális platformok a gyerekek számára, ami azt jelenti, hogy ha szűrőprogramot használok is szülőként a készülékeken, az is maximum csak 60-65%-ban szűri a tartalmakat. Nem ez az irány, ami felé el kell mennünk, hanem hogyan tudjuk a gyerekeket edukálni, hogyan tudjuk őket felkészíteni, és hát nem utolsó sorban, hogyan tudunk mi magunk tudatos szülők lenni ebben a térben, elkerülni azt, hogy a gyerekünket túlposztoljuk, elkerülni azt, hogy a közösségi médiában olyan tartalmakat osszunk meg, ami miatt a gyerekünket aztán később online zaklatás vagy internetes abúzus érheti, hogy ne éljünk vissza a gyerekünk adataival, hanem pontosan tudjuk, hogy amilyen fotókkal vagy történetekkel nem plakátolnánk ki a lakóhelyünk melletti parkot, ugyanazokat a fotókat és történeteket az interneten se osszuk meg a gyerekünkkel. Mindaz, amiről most beszéltél, a digitális lábnyom kockázatok a távoktatás alatt hogyan nőnek meg, mint kockázat? Abszolút megnő a digitális lábnyom a távoktatás idején, önmagában attól, hogy a gyerekek több online platformra regisztrálnak föl. Nagyon sok esetben azt látjuk, hogy az oktatási intézmények nem tudatosak abban, hogy hány éves gyereknek milyen online platformot ajánlanak, és sok esetben a gyerekek életkorukat meghaladó módon kell regisztrálniuk egy-egy felületre, 13-14 évesen olyan platformokra, amik csak 17-18 évesen szabadnának hozzáférhetővé tenni, vagy válnia.
Ez az egyik része. A másik része az, az, hogy azok a gyerekek, akik nem tudatosak a biztonságos internet használatban, visszaélhetnek ezekkel a lehetőségekkel, tehát készíthetnek olyan képernyőfelvételeket, ami kedvezőtlenül ábrázolják például a tanárt, hogyha ezt ők megosztják, hogyha átküldik másoknak, ezzel tudnak kárt okozni, saját kortársai között, vagy osztálytársai között internetes csoportokban tudnak károkat okozni, ezek mind-mind részei a digitális lábnyomnak, mert hogy az internet nem felejt, tehát az összes regisztrációban, az összes megosztott tartalomban és adatban nagyon fontos, hogy a szülőnek ott legyen a kellő figyelme, és nem utolsó sorban, ha a digitális oktatás véget ér, akkor közösen végig tudják nézni, hogy mik azok a platformok, ahonnan biztos, hogy le kell törölni a gyereket, mik azok a platformok, amik a szülő tudomásával, jelenlétével tovább működhetnek, és mi az, amiben igazából nincs dolog, mert a gyerek számára nem jelent kockázatot. Említetted most már az előbb az online erőszak több formáját. Még egy kicsit arról mesélj, hogy hova fordulhat, kitől kérhet segítséget gyerekszülő ilyen online bántalmazás esetén. Az egy nagyon fontos dolog, hogy az internetes zaklatást is ugyanolyan gyerekbántalmazásnak és ugyanolyan iskolai erőszaknak tekintjük, hogyha az osztálytársaival történik, mint ami az offline térben, az osztálytermekben vagy az iskolai épületekben zajlott. Ugyanaz az agyterület aktivizálódik akkor, hogyha valaki a neten írja nekem azokat a bántó dolgokat, mint hogyha a szemembe mondja, vagy mint hogyha közben meg is üt. Tehát nincs különbség a fizikai, az érzelmi bántalmazás és az online zaklatás hatásai között. Ez nagyon komolyan kell venni, ezt igyekszünk minden esetben hangsúlyozni a tanároknak is, hogyha azt látják, hogy az online térben a gyerekek bántják egymást, ott nagyon fontos határvonalakat húzni, visszajelzéseket adni és segítséget kérni, illetve segíteni a gyerekeknek abban, hogy értsék, hogy ami történik, az nem megengedhető. Magyarországon a Nemzeti Médiahatóság, az NMHH működtet egy internet hotline oldalt, ahol nagyon fontos és nagyon jó információk vannak arról, hogy milyen típusú veszélyes tartalmak vannak az interneten, illetve hogyha a gyerek belefut kéretlen, szexuális, erőszakos tartalomba vagy álhírbe, akkor ezt hova tudja jelezni. Ez kvázi egy internetes pánikgomb, hogyha valami rossz történik, akkor ezeken a felületeken, az internet hotline felületén tudom jelezni. Nagyon fontos az is, hogyha a gyerek anonim módon szeretne segítséget kérni, akkor fordulhat a Kékvonal alapítványhoz, aminek működik telefonvonala, e-mailje, de csetje is. Jelenleg is ebben az egészségügyi vészhelyzetben 0-24 elérhetőek, gyerekek kérhetnek segítséget és tanácsot. A szülőknek ezen a ponton azt üzenjük, hogyha azt látja, hogy a gyereke belefut vagy elkövet internetes zaklatást, akkor mindenképpen beszéljenek erről. Ha a gyerek áldozati oldalon van, akkor rögzítsék azt, ami történik, tehát készítsenek egy képernyőfotót, hogy később adott esetben egy büntető eljárásban, vagy bármiféle eljárásban ez felhasználható legyen. És akkor a végén ezt is meg kell említeni, hogy az interneten elkövetett bántalmazás esetek nagyon sokszor megvalósítanak bűncselekményt, büntetőjogi tényállásokat, ami azt jelenti, hogy a 14. életévét betöltött gyerek ezért felelősségre vonható, vagy hogyha valaki felelősségre akarja vonni, akkor ezzel a lehetőséggel élhet. Ezért is fontos a tudatosítás és a minél több információ megosztása, a megelőzés és a hatékony kezelés. Nagyon fontos dolgokat mondtál. Köszönöm szépen, Szilvi. Az elmúlt pár percnyi információ a Hintalóvon Alapítvány Gyermekközpontú Digitális Kisokos sorozatának volt a része, gyermekjogi támpontok a vírushelyzet miatt kialakult digitális oktatás alatt.